Véget ért számotokra itt a szereplése a Magyar Kupában. Hogy látod ezt a mérkőzést, amit kértél a srácoktól, hogy ne vigye el őket a forró fejűség, az megtörtént? Megtörtént természetesen, én azt gondolom, hogy szervezeten játszottak az első félidőben is. Ugye kétszer sem és két egyéni hibából ott mögén kerültek, kétszer és két volt rúgtak rövid időn belül. De utána a védekezés rendben volt, az első félidőben támadásban nem voltunk annyira hatékonyak. Kielemeztük a játékokat, hogy a széleken kontrából esetleg van lehetőségünk. Volt is az első félidőben, a Szalánszky Gergő révén kétszer elmentünk a szélén. Rossz bepassz volt, a vége rossz befejezés volt. A második félidőben váltottunk szerkezetet, három belső védőre álltunk át. Ott már a Kisvárda sem nem éreztem, hogy annyira rángatnák az istángot, és annyira mindenáron volt akarnának lőni. A két gólos előny birtokában szépen passzolgattak, jól védekeztünk, abból a kontrákat próbáltunk vezetni, hát több-kevesebb sikerrel, kapura azért nem nagyon voltunk feszélyesek. Én azt gondolom, hogy egy ilyen mérkőzésen, egy első összecsapattal játszottak, ez egy élmény számukra. A fél időben azt mondták, hogy bárcsak minden meccsen ilyen lenne, és hogy ilyen gyorsan is kéne játszani. Én azt gondolom, hogy a csapat megérdemel minden dicséretet, amit kértünk tőlük, azt végrehajtották. Én azt gondolom, hogy egy tisztes helytállás volt ma. Nagyon sokat készültünk belőlük, három meccsüket megnéztük, valóban egy nagyon jó csapat, tehát őszintén megmondom, nem sok meccsüket néztem meg így a korábbiakban, de a videófelvételeket maximálisan visszaadták, tehát hogy igazából ugyanazt játszották, nem az első szándékból, hanem föl-vissza, a védők mögé berúgott labdák, ugye ebből kaptuk a két gólt is, de én úgy gondolom, hogy azért két osztály különbséget valamilyen szinten el tudtunk tüntetni, még ha az első félidőben nem is volt olyan sokat nálunk a labda, de utána félidőbe rendeztük a sorokat, más felállásban játszottunk már, és ott sokkal stabilabbak voltunk, ott már nem is volt igazán lehetőség az ellenfélnek. Hogy látod, mennyire tudtatok mosolygós, hideg, fejű bérgyilkosok lenni, ahogy a mesteretek fogalmazott a mérkőzés előtt? Igen, nagyon sokszor mondja ezt. Én úgy gondolom, hogy mindent megvalósítottunk, amit kért tőlünk. Tehát egyszer-kétszer úgy gondolom, hogy a gólunk is, az első is abból volt, hogy elmentünk gyönyörűen, pontatlan volt ugye a befejezésünk, és utána egy kontrából kaptuk a gólt. Talán ott, hogyha valaki meg tudja állítani az egyik kisvárdai támadót a szélén, akkor esetleg abból nem született volna gól, de én még akkor is azt mondom, hogy gyönyörű eredmény szerintem ez a 2-0, még akkor is, hogyha nyilván tovább szeretünk volna jutni mindenképp. Az iménti jellemzés, ez mennyire jellemez titeket az NB3-ban? Azért eddig nagyon jól sikerült ez az idény. Igen, nagyon jól játszunk. Úgy gondolom, hogy az az edzőváltás, ez a vérfrissítés, ami jött nyáron, ez nagyon bevált a klubnál, a csapatnál is. Igazi csapategység van, küzdünk egymásért, mindenki, hogyha valaki esetleg hibázik, a másik jön, kijavítja. Folyamatosan a toppon vagyunk járatva, szerintem még NB3-as szinten is. Minden adott ehhez, tehát a körülmények itt a BVSC-nél minden megvan adva számunkra, hogy a maximálisat tudjuk nyújtani. Nyilván kimondatlanul, most már azért szerintem kimondhatjuk, hogy a feljutás lesz a cél. Arra szeretnék menni, bajnokságot szeretnék nyerni, és ugyanígy kell tovább menni, hogyha ezt a célunkat el akarjuk érni. Én azt mondom, hogy a pálya nem lehet forró fejű valaki. Én azt kértem a mérkőzés előtt tőlük, hogy nehogy valaki úgy érez, hogy eljött a pillanat, hogy most egy NB1-es csapat ellen játszik, és egyedül akarja megoldani, és hogy kicselez mindenkit, és majd felfigyelnek rá. Ha felfigyelnek rá, akkor fel fognak figyelni rá a későbbiekben is, hogyha NB3-ban jól játszik. Úgyhogy én erre gondoltam, hogy nem lehet forró fejűnek lenni, és nem lehet, hogy elvigye őket a hét. Én azt gondolom, hogy teljesen nagyon jól abban a taktikát betartottak, amit kértünk tőlük. És nem volt probléma a játékban. Én azt gondolom, hogy értik, meg tudják, hogy mit szeretnék, hogy mit kérek tőlük, hogy mit kérünk a szakmai stábbal tőlük. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is ezen az úton haladunk előre. Egy ilyen idénykezdés után a szurkolók is nagyon bizakodóak. Beszéltem itt néhányukkal, és mondták, hogy hisznek a csapatban is, és azt mondták, hogy hisznek benned is, mert jó edzőnek tartanak. Mit szólsz a véleményükhöz? Hát örülök, hogy a szurkolók így gondolják. Örülünk, hogy hisznek a csapatban. Én bízom benne, hogy a lendület töretlen marad, és tovább tudunk menetelni. Az egység, a csapatnak az egysége az egy erős elem. Én azt gondolom, hogy mindig én a csapatban hittem. Én az egyéniségekben nem hiszek, hogy a futballban nincs az, hogy valaki egyedül megnyeri a mérkőzést, sose fogja megnyerni. Ahhoz kell még másik 10 ember a pályán. Úgyhogy én a csapatban hiszek, erősek, jó hangulat van. Én azt gondolom, hogy ez viszi előre őket, és plusz az a motiváció, hogy mindenkiben az van, hogy szeretne előre lépni, és szeretne magasabb szinten játszani. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Újbán Florian, milyen edzőnek tartod, milyen vele dolgozni együtt?
kellemes csalódás nekem, nagyon. Én személy szerint nagyon szeretem, tehát hogy jól megtaláltuk a közös hangot, úgy gondolom a csapattal is jól megtalálta a közös hangot. Egyedi taktikát játszunk, de én pont valamelyik nap beszéltük a srácokkal, hogy még a legegyszerűbb bedobás variációnk is ül NBA 3-as szinten is, és ahogy láttuk, azért ma is mégiscsak el tudtunk menni azért párszor a kisvárda kapujáig, tehát úgy gondolom, hogy az is szép eredmény.